Elkezdtük már a dinós világot itt a Crash 4 végigjátszásunkban, és eljutottunk a második pályához, amin már láthattuk, hogy Cortex-el fogunk menni. Sziasztok, én Peti vagyok, és üdvözlök itt mindenkit egy vadonatúj Crash Bandicoot 4 részben. Ha már te is vártad, hogy Cortex-el menjünk, akkor egy lájkot dobhatsz, és mindennapi Crash videóikért feliratkozhat. Itt voltunk Blessed to the Past, ez volt az a pálya, amit teljesítettünk, és folytatjuk akkor a Fossil Fuel-del, és itt pedig Cortex érkezik a játékba. Ez lesz az első alkalom, amikor itt ezen a játékon belül kipróbálhatjuk. Igazából már a demóban ki lehetett próbálni őt, úgyhogy valamennyire azért ismerni fogom. Ő is valami átvezetővel lesz bemutatva? Ah nem, Tauna meg Dingodile egy valami kis... Oké, okay, az új beállítását, hogy szeretik majd itt az ős lények. Na szóval akkor 101 doboz itt az első Cortex-es pályára. Lássuk is akkor ezt a 101 dobozt, remélem sikerül összegyűjteni. Szóval van itt ugrás, van itt lövés. Hú, várjál, de ott van fent egy, azt így elérem még. Illetve van még a dash képesség. Huff, úgy bizony gyorsan azt a nitrót felrobban. Hoppá, már is itt egy rejtett doboz, ez már nem fog ki rajtam, ugyanis ilyen kifogások már voltak, viszont most már nincsenek. Már ezt nem tudják ellenem elkövetni. Hol várjál még magasabbra? Ott nincsen semmi. Jó, a TNT-t robbantjuk. Így, itt van ez a kis ellenfél. Rálövünk egyet. És akkor ilyen blokk lesz belőle. Rálövünk még egyet, akkor ilyen zselé lesz belőle. Utána pedig vissza lehet változtatni. Jó. Azt mondja, hogy oda fel kell nekem. Tehát akkor téged átváltoztatlak zselésé. És akkor itt erre felé lövök egyet. Meg ott szembe, ott is egy a magasban. Ott, odáig el tudok lejönni, még a távolban még mindig van ott egy. Nem, várj. De szerintem el kell odáig menni, nem? Vagy hogy így ugrok egy nagyot, és akkor lövök párat. Az az ellenfél, nyugi már, hát akkor téged így. Zselézlek, aztán így elkapjuk. Oké. Okay. És a következő, a dash, ugrás és a dash. Jövök, ugrok, dash, szépen, ezt megcsináltuk. Na téged le lehet, de őt nem lehet lezárni. Én marad itt az örökké valóságig. Hadd maradjon. Nitrókat robbantjuk, és lássuk. Tényleg vannak itt még dinoszauruszok. Na lássuk. Várjál, odafent, ott van egy doboz odafent. Aha, szóval őt akkor majd... Wow, vigyázz! Még fel akar robbantani. Ilyet nem csinálom. Ott fönt megvan a... Hol van a doboz? Jó, csak sikerült összetörni. Jó, akkor menjünk tovább. Téged itt hagylak zselének. Aztán hajrá, nyomás tovább. Így azt a nitrót robbantjuk fel. Kíváncsi vagyok amúgy, a pálya végén van-e olyan nitrós felrobbantó, vagy pedig nincsen. Mert egyébként az segítene sokat. Jó. Checkpoint, és akkor itt jobbra haladunk, várjunk csak, hogy lesz itt ez, állj meg. Ott fent van egy keret, itt nem tudok átmenni érte, de ott lesz. Ja, várjál itt, aha, zselés, ide föl, aztán, úgy milyen nagy helyszínek lesznek. Na várjál csak, most arra kell nekem menni, vagy fölfelé? Hát téged ott úgy, innen nekem vissza kellene. Úgy kellene ezt csinálni, hogy visszajussak ide, mert ott az megjelent az a doboz, ez a doboz megjelent. Hú nem, ért, rá kellett volna ugorni, nem? És akkor ad a fel. Fú, na ezt elrontottam, akkor úgy tűnik igen, de nem biztos, majd kiderül. Ez megvan, ide erre rá, itt megyünk erre. Szerintem ez így jó lesz. Wow, nyugi. Nyugi, egy pillanat. Ott ez jó, Ship Happens-re emlékeztet, az is első alkalommal tényleg olyan volt, mint egy puzzle, és ez is olyan, hogy hogy oldjuk itt meg a gondokat. Várjál csak, gyere közelebb egy kicsit. Odáig jön csak. Akkor menjünk így. Ezt felrobbantom tovább. Te ott állj meg. Kell nekem, hogy platform legyen, ilyen ugratós. Utána jövünk ide. És most vagyok bajba egy kicsit, azt ott nem tudom eltalálni. Akkor úgy kell, hogy esek le és... ez jó volt, és utána a dash! Hú, de király volt! Ott van fent még egy! Azt hogy kell elérni. Hú, de amúgy jó volt ez. Ide kell, hogy zselés legyen.
Jövök ide, ajajaj. Te állj meg. Az mondja, ott van az. Te ide. Szerintem majd még egy kört kell menni, mert innen eltalálhatom? Vagy le kell ugorni érte? Ú, ez körbe-körbe! Figyeld! Akkor itt mondjuk a távolabbi részen megállítom. És elugrok érte. Itt pedig, ú, csak le ne essek, tehát, hogy mer is volt itt a platform, de tudom, hogy odáig el? Jó! Hú, ez jó volt, gondoltam így akkor. Hát, ez tetszett. Ez jó, ez tényleg, ez inkább türelmesebb ez a fajta játékmenet, amikor Cortex-el vagyunk, de jó, ki kell. Itt inkább a reakció idő az, ami fontos, hogy mikor nyomjuk meg az adott akciót. Úgyhogy ez tetszik. Na várjál, azt a TNT-t nem robbantom fel, hanem így aktiválom az akumaszkot. Utána kicsit arrébb, ne! Ó, pont el is veszítettem. Nem tudtam. Ezeket nem lehet úgy megállítani. Na most, következő. Te ott maradsz. Jó, te ott maradsz. Ez az, ez király. Ó, ez emlék. Ó, ez volt a előzetesben volt ez a rész, pont ez a rész. Ó, nem! Jó, most eljutottam ideig, egyenesen, és akkor dash. Jó, szuper volt. Itt aktiválom a TNT-t. Ó, vigyázz, vigyázz. És ott van majd nekünk őt. Áj, nagyon köbdös. Mondjuk most meg tudtam tartani ezt az akumaszkot. Nem tudok célozni ezzel a lövéssel. Na, végre. Ú, na vagyunk, ide fent lett volna doboz? Hát ez egy jó kérdés. Az egy jó kérdés. Az még egy olyan dolog, amit ki kellene tapasztalni, majd jobban megfigyelni, de nem láttam. Hú, na itt azon a gombán végig? Vagy ez hogy van itt? Merre megyünk itt? Nagyon érdekesnek tűnik ez, ami szép pálya tényleg ez a világ is nagyon jó. Úgyhogy ennek örülök. Na szóval, újra. Ott van fent kettő. Hoppá! Ő már köbdös, megállítjuk. Azt mondja, hogy hát elugrok én idáig. De nekem kell, hogy ez aha, zselés kell. Ott el lehetett volna lőni. Azt a kis dobozt. Ellövöm. Na, jó, az sikerült. Itt jobbra szerintem nem tudok átugorni, hanem arra kell balra. Szóval tegyük ezt meg. Ú, nem ért a fejétől odáig el. Semmi baj. Kicsit ugrok, aztán így. De mi van? Jó, most sikerült. És akkor jött ez a doboz. Ide fent más nincs. De innen rugaszkodok neki, és megyek ezzel a dash-sel. Végig ott van. Ott van. Jó. Na várjál, itt akkor hogy van itt? Mert ott van bal szélen egy doboz, de odáig szerintem el tudok lőni. Tehát csak leesek itt, ide eljövök. Aztán visszamegyek, hogy ott azt ellőjem. Oké. Kettő ellenfél van itt. Oda fölé nyilas vas. Na várjál, akkor ez... Őt állítsuk meg ott. Így legyen. Így jó lesz. Ha így vannak ezek. Nézzük, ez hova vezet. Idáig csak. Jó. Aztán oda lent mi újság. Ha. Ott van lent kettő doboz. De ha oda lemegyek, akkor... Fúha. Itt erre kell nekem tovább menni. Tehát, na várja, meg lesznek ezek is. Így lesz meg. Illetve így lesz meg. Csak most, hogy én visszamenjek, várjál, téged visszaváltoztatlak ide. Hát ez kegyetlen jó. Ez elképesztő király amúgy. Júj, hát már megint a relikvia jut a szembe, de az lesz még majd nehéz. A relikvia lesz nehéz. Jó. Végig. Aztán megérkeztünk. Hát ez jó. És megvan a harmadik bumpár. És itt a pálya végig, és megvan mind, figyeld. Megvan? Na mi van? De nincs, rejted drága kő! Ó, az merre lehetett elrejtve? Egyszer meghaltam. Ó, de kár! Pedig annyira durva a halálom... Mi csinál Cortex? Annyira durva a halálom nem volt, tehát ott elnéztem azt a dash-elést előre. Ó, ott megszólalt valami, vagy valami ott volt. Aztán itt van a Ship Happens, azt tudja, hogy az. Igen, a Cortex idővonalak feloldva. Ő egy ellenfélként kezdődött, de most már egy barát kérdője. Tapasztald meg Cortexnek a látásmódját, az ő idővonalak.
oldalát, hogy ő hogy látta a dolgokat. Tehát ez volt itt a Fossil Fuel, aztán érdekes invertált mód lesz itt. Viszont a folytatásban a Dino Dash pálya következik. A lejátszás lista itt van mellettem, amiben az is belekerül, illetve az összes többi is benne van. Hát nagyon várom ezt a pályát is, hiszen ez volt az, ahol a T-Rex kergetett minket, a kedvenc pályám a demóból, és már ott látszik Crash mögött, ott van az eszem, hogy a T-Rex volt kerget minket. Ez jó lesz, találkozunk legközelebb.